megújulása, és mi is megújultunk. Az egész teremnek a dizájnját újra terveztük, és 4 év után egy új dizájnnal készültünk, feldíszítettük a termet különböző növényekkel, egy kis életet vittünk a terembe, és próbálunk így megújulni. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, az év elején több nagy nemzetközi kiállításon voltunk, és onnan megérkeztek a gépek. Van, ami még úton van az Egyesült Államokból, van, ami már megérkezett, és az új gépekkel készültünk a vendégeinknek. Igyekszünk a legnépszerűbb izomcsoportokra még több gépet elhozni. A nőknek több farizomgép van úton, ezek mert már most hajóznak be az Egyesült Államokból, illetve Olaszországból jött a férfiaknak több mellizomgép, tolóckodógép. Nagyon sok olyan gépünk jött, ami más teremben nem lehet edzeni rajtuk, úgyhogy ezek egyedülálló gépek. Úgy gondolom, hogy egyáltalán nincsenek elkésve, elkezdeni edzeni, vagy újra belevágni az edzésbe, az mindig egy fontos dolog, azzal nem lehet elkésni. A tapasztalatunk az, hogy körülbelül 6 hét után van először látványos változás, és ha most május közepe van, júniusra mindenki bombaformában lendülhet. A másik, ami nagyon fontos, úgy gondolom, hogy nem most kezdjenek el, hogyha eddig nem edzettek heti 5-6 hetet edzeni, jönnek lehetente 2-3-szor, viszont próbálják meg egész évben ezt az edzést kitartani vele. Szeptember 1-ére egy nagyon nagy meglepetéssel készülünk. Bővül a termünk, és a csoportos órák szerelmesei készülnek, mert egy Szegeden egyedülálló dolgot szeretnénk kivitelezni, és nagyon-nagyon fog tetszeni mindenkinek, biztos vagyok benne. Facebookon, Instagramon kövessenek, mert tényleg nagyon nagy meglepetések lesznek.